Na hát köszöntök mindenkit, én Pucsik Andrea vagyok, aki nem ismer. Én nagyon örülök ennek a konferenciának, egyrészt, hogy most van, és itt van, és azokkal a felkért előadókkal és ezzel a kutatóműhellyel. A Roma kép műhely nagyon sokféle térben és helyen jelent már meg, hát leginkább a Dokuártban, a filmklubokban, de a Roma Parlamenttől kezdve a transzitig, a transzitnak a teréig nagyon sok helyen és nagyon sokféle programmal, konferenciákon is, hazai és nemzetközi konferenciákon, előadásokon, de önálló konferenciája még nem volt. És ez köszönhető annak, hogy Mülner András és ez a kiváló kutatócsoport, amiből az idei műhely összeállt, és az idei filmklub program is összeállt. Egyrészt használta az ELTE által adott vagy lehetőséget, ezt a tehetséggondozó pályázatot, és hogy ilyen módon használta fel. Amikor a Roma kép műhely alakult, az egyfajta vadhajtás volt itt az ELTE-n, mert hogy hát egyrészt nagyon mélyen gyökerezett a doktori programban, György Péter iskolájában és azokon az órákon, amik a program részei voltak, de mégis valamilyen szempontból periférikus maradt. Azóta viszont, amióta Mülner András csatlakozott és szervezi a kurzusokat, illetve a műhely munkát is, azóta beépült az ELTE kurrikulumába, ami az egyik legfontosabb célja volt a műhelynek. És ez a konferencia, ez ebből a szempontból is fordulópont, mert hogy bizonyos értelemben tudományosan is legitimálja a műhely munkát. Úgyhogy én nagyon örülök, és köszönöm a felkért előadóknak, hogy elfogadták a meghívást, és a műhelytagoknak is. Itt vannak, és a szervezést, és kíváncsian várom az előadásokat. Köszi. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az igazsághoz hozzátartozik, amit az Andrea elmondott, azt ki szeretném azzal bővíteni, hogy a hallgatókkal való munka, ami tulajdonképpen most egy éven keresztül folyt, az a megalapozását abban nyerte, hogy az Andi azt elkezdte 2011-ben. Tehát, hogy olyan típusú bevonó munka zajlott a Roma képben a kezdetektől fogva, amiben, amikor én becsatlakoztam, azt én tanultam, és aztán az elmúlt évek során így úgy elsajátítottuk, egymástól tanultunk sok mindent, és aztán utána ez az év, tehát a tavaly szeptembertől az idáig tartó év, az számomra is egy ilyen elementáris, érzelmileg is, meg tudásilag is egy elementáris élmény volt, azért, és nem túlzok ezzel, azért, mert ez a kutatócsoport, ez a hét fő, akivel együtt dolgozhattam, ezek az emberek nagyon sokat tettek bele a Roma kép műhelybe. Tehát az, hogy egy éven keresztül két heti rendszerességgel találkoztunk, és ha elkezdeném most felsorolni, akkor nagyon hosszú ideig tartani, hogy mi mindent csináltak. Tehát, hogy a két legfontosabb dolog, hogy létrehozták a Roma kép műhely tavaszi programját, ami nem kis munka, tehát már tavaly ősztől kezdve folyamatosan építették ki a hálózatot, a kapcsolatokat, és létrehoztak egy filmklubot. Ezzel párhuzamosan pedig egy olyan kutatást folytattak, amit szervesítettek ebbe a filmklubba, tehát amikor az egyes programelemek következtek, akkor azok mögött egy elképesztő mély kutatás és tudás állt, tehát biztonsággal álltunk, hívtuk meg a vendégeinket, és biztos tudással vezényelték le tulajdonképpen ezeket a programokat a hallgatók. Elmentek terepre, erre még nem nagyon volt eddig lehetőség, de az ELTE-nek, és ez nagyon fontos, amit az Andi mondott, az ELTE-nek a tehetséggondozási tanácsa támogatást adott arra, hogy a hallgatók ne az egyetem falai között kutassák azt a jelenséget, amit mondjuk médiaantropológiának hívtunk, átvéve egy fogalmat más kutatóktól, hanem saját bőrükön tapasztalják meg azt, hogy milyen élni máshol, milyen élni Magyarországon, romaként, különböző helyeken. Na most a
A kutatás az igazából esettanulmányokra koncentrált, tehát hogy van itt nekünk 7 darab esettanulmányunk, a Romakép egy 10 programja az úgy alakult ki, hogy én is, meg az Andi is hozott egy-egy filmet, de hogy a többi programot a hallgatók kutatták ki és vitték színre a Romakép műhelyben, és hát ezek az esettanulmányok fognak ma bemutatást nyerni. És azon kívül elhatározott szándékunk volt, hogy amikor ezt a kutatást lezárjuk, akkor olyan embereket hívjunk még meg a hallgatók mellé, akik elismert szakértői. Egyrészt a romák életének és kutatásának, valamint a romák képi megjelenítésének a kutatásának. Tehát ilyen szempontból létre akartuk hozni. Valójában a konferencia szerintem, hát mindegy, így neveztük el, de túlzás, mert sokkal inkább a beszélgetésre szeretnénk helyezni a hangsúlyt és a tanulásra. Tehát ezek a konferencia másik nagy csoportja a hallgatókon kívül azok a szakemberek, akiktől szeretnénk tanulni. Tehát szeretnénk kifejezetten kérni azt, hogy szóljatok hozzá a hallgatói előadásokhoz, és mondjátok el, úgyis el fogjátok mondani, de hogy most mondom, hogy mondjátok el, légy szíves, a véleményeteket, és hogy milyen irányba lehetne ezeket még kiegészíteni. Mert hogy, és ez lesz az utolsó kör, amit tennék ebben a témában, meg a megnyitóban, ránk vár még egy nagy munka, az egész kutatást szeretnénk ugye megjeleníteni a Romakép műhelynek a weboldalán, és ez azt jelenti, hogy a dolgozatokon még dolgoznak a hallgatók. Van, aki már a második körön is túl van, mert már augusztusban és nyáron is ezt írták, és azon dolgoztunk, hogy jó legyen a dolgozat, de van, aki még az első körön, tehát épp most fejezte be, mert annyit dolgozott vele. Tehát, hogy fontos lenne, hogy még a hátralévő egy-másfél hónapban ezeken a dolgozatokon tudjanak javítani a hallgatók, és azt várjuk, hogy a ti javaslataitok be fognak épülni ezekbe. Na mindegy, nem húzom tovább, szerintem a mai nap arra alkalmas lesz, hogy tanuljunk egymástól egy csomó mindent. Még egyszer, az ELTE nélkül ez nem valósult volna meg, az ELTE tehetséggondozási tanácsa nélkül ez nem valósult volna meg, és ezért kértük fel egyébként a tehetséggondozási tanácsban aktív részt vállaló Orosz Éva oktatási rektorhelyettest, hogy legyen a vévnöke ennek a konferenciának, amit ő elvállalt, és nagyon örülünk neki, hogy elvállalta. Nem tudom, nem, szerintem nem felejtettem ki semmit. Ha igen, akkor szóljatok. Akkor kezdjük el. Ja.